Már itt is van a stúdióban Johanna nővér, Prémontrei női kanonokrend. Azt hiszem, hogy a mai lányok, amikor hivatást éreznek, akkor végigveszik ugye, hogy a fejükben, hogy milyen rend jöhet egyáltalán szóba, hogy valamelyikhez csatlakozzanak, és nem az elsők között van valószínűleg a Prémontrei női rend, egyszerűen azért, mert sokkal hamarabb eszükbe jut az, amelyik itt működhetett ugye a felosztatás alatt is, vagy pedig ferences kötődésű rendek. Johanna nővérnek hogyan jött az indítatás, hogy pont ehhez a közösséghez csatlakozzon? Nyilván én is, mint annyi lány a rendszerváltás hajnalána, hivatásomat kerestem, és én egy ilyen hivatás tisztázó hétvégére mentem teljesen magamtól Arlóra, Szent Ferenc kisnővéreihez. Abban az egészen biztos tudatban, hogy nem szeretnék ferences nővér lenni, illetve abban sem voltam biztos, hogy nővér szeretnék-e egyáltalán lenni, de ez volt az a közösség, amit a hittancsoportunkon keresztül megismerhettünk, és számunkra ez egy nagyon, nagyon pozitív élmény volt Szent Ferenc kistestvérei és kisnővérei. És a plébánosunk fizette be a hittancsoportunkat egy lelki gyakorlatra, fiúkat, lányokat külön, ez még Szombathelyen volt, és a fiúknak is a Szent Ferenc kistestvérei, a lányoknak pedig Szent Ferenc kisnővérei tartottak lelki gyakorlatot, és 91-2-3-ban, hát ez még tényleg nagyon nagy újdonság volt, és utána egy ilyen hittancsoportos kirándulás kapcsán ott voltunk, és elmentünk hozzájuk, de bármi különösebb indítatás nélkül. És amikor én visszatértem hozzájuk a hivatásomat keresve, akkor az alapvető döntés az volt, hogy szerzetes, vagy menjek férjhez. Mind a kettő egyformán jónak kínálkozott, és amikor Isten megválaszolta a kérdésemet a Szentíráson keresztül, ha boldog akarsz lenni, akkor hagyd el mindenet, és kövess engem, akkor egyértelművé vált, hogy hát férjhez menni nem fogok. És úgy gondoltam, hogy akkor én is kiterítem másodszor a gyapjút, mint Gedeon, és ha jól van, 58 női rend van. Hát ez 92-es állapot akkor volt. Akkor már jöttek vissza. Akkor már jöttek vissza, tehát nagyon-nagyon sok közösség volt. Mutasd meg, hogy hová. És másnap, amikor jöttem vissza Arlóról, kaptam egy kis szentképet, ami Szénai Szent Katalint ábrázolta. Fehérben, annyira egyértelmű volt a válasz számomra, hogy domonkos. És nem. És nem. És azt hogyan érzi meg az ember, hogy nem? Akkoriban én a kánonjogi posztgraduális intézetben tanultam, ez még abszolút a hőskorban volt, tehát ez tényleg mindennek a hőskora, és együtt jártunk oda Szuromi Anzelm atyával. És ő vele, tehát akkor még ő sem volt tulajdonképpen felszentelt pap, és ugye ő csornai premontrei. És ő mondta nekem, hogy tehát beszélgettünk a hivatásról, út, és figyelj, elviszlek valahová. És akkor ő ismertetett össze Ágnes nővérrel, de mondtam, hogy szerintem én ezt meg tudom egyedül is oldani, és leszálltam a buszról Zsámbékon, és ott állt Ágnes nővér a busz megállóban, fehérben, és így bemutatkozott, hogy Ágnes Katalin. És én kérdeztem, hogy milyen Katalin? Szénai Szent Katalin. És akkor volt az, hogy a hivatásnak ez az utolsó darabja helyre került bennem. És amikor beléptem a rendházba, itthon vagyok. Tehát ettől kezdve nem volt kérdés. És ahogy megismertem a közösséget, a közösség munkáját, a közösség múltját, mert nyilván nem jöhetett volna létre az, ami Zsámbékon van, ha nincsenek azok az előzmények, ahogyan a közösség újraindult 1927-ben, akkor valószínűleg ez nem működhetne így. De mindez egy így, Szénai Szent Katalin. Ennyi. És akkoriban mit tudott a közösség történetéről, vagy azóta mi rajzolódott ki, ami nem olyan nagyon részletesen, hanem mégis amik ilyen fontos pillanatok?
Igaz, tehát nyilván ismertem Szent Norbert életét. Ugye én nyugat-dunántúli vagyok, sárvári. Tehát számunkra a csordai premontrejek, Ödönapát, aki nemrég halt meg, egy létező valóság volt. Tehát mi a rendet el tudtuk helyezni a maga helyén. De az, hogy a női rend része volt, ez teljesen új volt, tehát ezt én tulajdonképpen a Szuromi Anzelm atyának köszönhetem, és akkor én már jártam történelem szakra az ELTE-re. És magától értetődő volt, hogy akkor a szakdolgozatom azt miért ne ezt dolgozza fel. És ahogy elővettük a História Domuszt, ahogy végighallgattuk a még élő nővéreket, tehát hogy láttam azt a munkát, amit Zsámbékon Ágnes nővér, Péter atya, Márton atya a legszegényebbekkel kezdtek el, és ez így visszaköszönt a História Domusz lapjairól, a 30-as évekből, amikor Külsővad falu, ez Celldömölk és Pápa között van, de Celldömölkhöz közelebb, a falu szélén vadházasságban cigányok éltek. És a falu jegyzője nyilván ki akarta őket utasítani, tehát erre törvényhatósági rendelet volt, hogy vadházasságban élnek, nem lakhatnak ott, el kell hagyniuk a falu területét. És Bernadett nővér, aki nem az első alapító nővérek egyike volt, de az első belépők között volt, felvállalta a cigányok száraz káplánja szerepet. Tehát ő tényleg kiment a Putrisorra, ahol ilyen földbe vált kunyhók, tehát egy rendes cigánytelep volt, neki volt az egyetlen, akinek jutott cég vagy egy láda, és elkezdte a romák katekézisét. Felkészítésüket nem csak a házasságra, hanem a szentségek felvételére. És ott ültek körülötte, és volt egy béna férfi, akit szőnyegen húztak ki a házból, és sikerült elérnie, hogy ezek az emberek, tehát 30-as évekről beszélünk, a keresztény nemzeti kurzusról, amikor magától értetődőnek tekintjük, hogy mindenki keresztény volt Magyarországon, de ez a, ugye a, tehát a létező rétegek alatti réteg volt, akire Bernadett nővér, illetve a nővérek rátaláltak, és sikerült elérni, hogy valamennyien szentségekhez járultak, megkeresztelkedtek, kölcsönkért gyűrűkkel, visszaadták a gyűrűket, a külsővati rendház kápolnájában a falu notabilitásai jegyzői ilyesmi vállalták a tanú, a keresztszülő, a bérmaszülő szerepét, a Anna nővér az élelmezés vezető kalácsot sütött, bort kaptak, ott maradhattak a falu szélén, és később Bernadett nővér és a nővérek segítségével kőházak épültek, tehát nyilván nem egy generáció, hanem akár több, de ez számomra egy annyira élő dolog volt, hogy és akkor tényleg. És számomra ez volt az egyik, ami nagyon megfogott az ő életükben. A másik pedig, őt szintén kevéssé ismerik, ahogy nyilván a rendet is, egy bárónő, akit Bartodejszki Izabella Rozália nővérnek hívtak, lengyel nemesi család, Kőszeg környékén birtokos. Tesi tanár lesz Bécsben, 1909-ben születik, és amíg be nem lép a rendben, gyakorlatilag a mai ritmikus sportgimnasztika elődjét oktatja, zongora kísérettel tornásznak a növendékek. Testnevelő tanár lesz, emellett ápolónő, óvónő, hitoktató. És ez a Rozália nővér lekerül 1940-ben Mindszentre, az Alföldre. Tehát tényleg. És 1944-ben a nyilas hatalom, nem, bocsánat, még a német megszállás után, ugye, ahol megkezdődik a vidéki zsidóság gettósítása, majd később deportálása, Mindszenten is egy elég nagy gettót állítanak fel. És több mint 110 zsidó kerül ide, és Rozália nővér kijárja a Stammer János főszolgabírónál, úgyhogy teljesen és tökéletesen negligálja a nyilas hatóságokat, hogy ezek a zsidók kijöhessenek szombat délután a gettóból, legalábbis aki ki van keresztelkedve. De ugye nem nézi, hogy ki van kikeresztelkedve, meg ki nem. Részt vehetnek a nővérek kápolnájában Szentmisén, meguzsonáztatják őket, orvosi ellátás, tehát amit így gyorsan lehet, azt elintézik, és utána csendőri diszkísérettel a szerencsétlen deportáltak visszamennek a gettóba. És amikor egy idő után ugye ez feltűnő lesz, és a nyilas hatóságok leállítják Rozália nővérnek ezt a tevékenységét, nem zavartatja magát
lóhátra ül, bárónő, von Haushaus, tesi tanár, nem gond. Tehát ezt nem tudjuk, hogy dáma nyeregben ült-e vagy sem, tehát ezt nem tudjuk, de szépen a nyeregre két oldalt felrakja az élelmiszeres zsákokat, habitusban odalovagol a Mincenti gettó falához, feláll a nyeregbe, és bedobálja. De nem mernek hozzá nyúlni. Nyilván nem tudja megakadályozni azt, hogy a gettót felszámolják. 42-en térnek talán vissza, de maga ez a bátorsága, és 44. szeptemberében, amikor a front már eléri Szegedet és környékét, a nyilas közigazgatás meglép polgármesterestől, jegyzőstől, Hori Bire Diktu papostól. Tehát egyes egyedül Rozália nővér maradott, és jó, mondjuk vicces, hogy vele szembe a komplett vörös hadsereg, de körülbelül ez a helyzet. A rendházat átalakítják hadikórházzá, és teljesen mindegy, hogy a Wehrmacht tagja az Magyar Királyi Honvédségé, vagy a vörös hadseregé, a katonákat felveszik és ápolják. Nem egy szépség, úgyhogy senkinek sem jut eszébe őt inzultálni, viszont gondolom ez is von Haushaus, azért mégiscsak egy baróninról beszélünk, kiárja a szovjet katonai parancsnokságnál, hogy ezeknek az embereknek pap kell. A haldoklóknak, a könnyebb sebesülteknek, és engedélyt kap, hogy elmenjen Hódmezővásárhelyre papért. Ugye a Kukoricáson keresztül Lóháton. 44. novemberében. Még lőnek, talál valahol egy rozog a gebét, és elmegy a papírt, egy Godó Mihály nevű jezsuitát kap Hódmezővásárhelyről, visszafelé már kettejüket nem bírja el a ló, úgyhogy Godó Mihály fennül a lovon, és Rozália nővér vezeti. Tehát ezek olyan történetek voltak a számomra, ami azt mondom, hogy ebben a közösségben, vagy ezekben a nővérekben elképesztő kurázsi van. Tehát nem csak, hogy nem fél, nincs mitől. Miért is? Itt vannak ezek az emberek. Rám vannak bízva. Felelős vagyok értük. A történetben a legszebb visszatért a plébános, és feljelentette Rozália nővért, hogy beavatkozott a plébánosi és lelkészi hatáskörébe. És nagyon, és akkor ugye mivel a Kölsevati anyaház Veszprémhez tartozik, Mincent pedig Váchoz, a Péteri József és a Mincenti herceg, vagy akkor még Veszprém érsek között egy ilyen hosszú levelezés indul, és a Mincenti egy ilyen nagyon indignálódott levélben veszi védelmébe Rozália nővért. Talán ő maradt ott. Talán ő volt az, aki az embereket, nem mondom, hogy megvédte, de a tekintélyével kvázi megvédte. És ez annyira tetszett. Igen. Ez hihetetlen volt ez a két történet, ami nagyon megfogott. Igen, az biztos, hogy az nagyon motiváló, hogy ilyen nővérek, idősebb testvérek mellett lehet Igen. az ember a közösségben. Ami talán nagyon nehéz, amit nehéz megfogalmazni, hogy mi is a karizmája egy-egy rendnek, hogy mi az, amiben más, mint a többiek. Tehát, hogy amikor mondta, hogy érezte, hogy ferencesek nagyon aranyosak kisnővérek, de mégsem az. Domonkosok nyilván nagyon okosak, tehetségesek, de valahogy mégsem az. Hogy mi a karizmájukból, tehát a premontrei karizmából az, amit hogy meg tudunk fogalmazni. Mi is a premontrei karizma, mert nem a tanítás, bár tanítottak, Igen. gyógyítás, bár ápoltak beteget is, tehát hogy... Én saját magamnak egyszer úgy fogalmaztam meg, amit Pál apostol írt a korintusi levélben, hogy mindenkinek mindene lenni, hogy mindenkit üdvözítsek. Tehát nekem nagyon tetszett, hogy az első premontrei közösségek nyitott közösségek voltak. Nem a hegytetőn, nem elbújva, tehát a templomaik nyitottak voltak, a rendházak pedig, most nagyon modern kifejezést használnék, akkor azt mondanám, hogy olyan volt, mint egy családsegítő, tehát az élet összes hajótöröttye belefért. Tehát minden rendháznak a létszámhoz képest 10-szer annyi szegényről kellett gondoskodni.
Tehát, hogy ahányan voltak, mindegyik premontreinek minimum 10 szegény jutott. És ezt egyfelől én ezt nagyon felemelőnek tartottam, a másik pedig, hogy ehhez a, mert tényleg néha az ember olyan, mint amit a Olimpiádisz mondott Szent Margitnak, a Margit legendában, hogy tán a orroddal túrod a sarattán, ott keresed az Istent. Tehát, hogy ugye amikor nagyon lent van az ember adott esetben, mert az, akin segíteni kell, az nagyon lent van, és akkor emellett van egy olyan ünnepélyes liturgia, ami fölemel, megtisztít, de nem csak engem, hanem az összes többi rám bízottat, mert nekem az a dolgom, hogy őértük is imádkozzam, tehát hogy ez az ünnepélyes, gyönyörű liturgia, a zsolozsma, ami tényleg felemeli az ember szívét, és ez a szociális munka a legszegényebbek érdekében, vagy velük együtt, mert én legalább ugyanannyit kapok, mint amennyit én adok, sőt, szerintem többet kapok, mint amennyit én adok. Tehát szerintem ez a kettő együtt, ami nekem... Igen, tehát a liturgia szépség az ég és a föld. Mindenkinek mindene. Jó, Anna nővére, hogy így hallgattam, és arra gondoltam, hogy én most 20 éves lennék, és hivatást keresnék, és úgy érezném, hogy a Jóisten egészen megszentelt életre hív, akkor ilyen lelkes és szenvedélyes tanúságtétel és szavak után én komolyan megfontolnám, hogy nem a premontrei közösségbe hív engem a Jóisten. Vajon a mai fiatalnők meghallják? Vannak jelöltek? Vannak. Bár én magam részéről azt mondanám, hogy én nem ígérhetek más, csak vért, verejtéket, könnyeket és szenvedést. Mondta Churchill, nyilván jobban tudta, mint én, de vannak, de tehát nyilván ez egy folyamat. Tehát a mennyei Jeruzsálemet nekünk kell megteremteni a földön. Tehát Szent Ágoston is mondja, hogy minden kolostornak a mennyei Jeruzsálem előképének vagy földi képmásának kéne lenni, de nem könnyű. Tehát az ember magával szembesül, a korlátaival szembesül, a gyengeségeivel, tehát adok, kapok, tehát én azt gondolom, vannak, tehát hogy vannak érdeklődők, vannak hivatások, van jelölt, van novícia, de nem feltétlenül rózsaszínködés, lebegés, mert ez hazugság lenne, ha ezt mondanám. Azt sem mondanám, hogy hegynek föl, hegynek le, tehát nem, ez sem gondom. Ez egy folyamatos. Sosem ér oda az ember, de folyamatosan megy. Na de a házas életben is ugyanúgy van, tehát a párkapcsolatban is, hogy a népmesében igen, hogy is boldogan éltek, amíg meg nem haltak, de azért mindig vannak küzdelmek, tehát mindig valamire törekedni kell, meg kell bocsátani, össze kell csiszolódni, a közösség életben ugyanez van. De ez nem számít. Ez nem számít, tehát ez nem. Tehát nem, szóval én igazából azt gondolom, hogy a Jóisten, a feladat, meg minden más a fontos. Tehát én úgy gondolom magamról, hogy ez is Páli levél, hogy más az, aki vet, más az, aki arat, de a növekedést Isten adja. Ugye ez így? Van egy kérdésem, amit papoktól megszoktam kérdezni, de nem tudom, hogy a szerzetesnők az örök fogadalmukkor, vagy akár előbb már az első fogadalmukkor, vajon választanak a Szentírásból olyan mondatot, ami egy kicsit így az jelmondatuk, vagy pedig ezt csak a papok szerzetesek teszik? Szoktunk. Igen? Szoktunk. És akkor Johanna nővérnek mi ez a mondat? A Filippi levélből van, hogy elfelejtem azt, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem. Én ezt választottam. És ez az elfelejtem azt, ami mögöttem van, az nem feltétlenül a múlt megtagadását jelenti, ugye? Vagy nem. Nincs mit szégyelnem azon. Olyan nem. Elfordulás nem azt jelenti? Nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy számomra ez az volt, hogy tovább tudok lépni. Tehát, hogy van egy kihívás, megfelelek, tovább lépek, megcsinálom. Tehát nem. Szerintem nagyon rossz, ha egy szerzetesnek el kéne tagadni, vagy tehát szégyelleni kellene a múltjában úgymond bármit, hogy mit tudom én. Most buta példát fogok mondani, csajozott, vagy cigizett, vagy bulizott, vagy tehát bármi. Nem, az is, én is jártam egyetemre, tehát
Nyilván. Igen. Nyilván nekem is volt baráti társaságom, tehát nagyon jó hittancsoportunk volt, tehát mindez adott volt, de ez az elfelejtem azt, ami mögöttem, hogy nem számít. Tehát, hogy Isten van, tehát csak ő van. Előre kell tekinteni. Csak előre, igen. Igen, igen. Johanna nővér, nagyon szépen köszönöm, nagyon hogy beszélgethettünk. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Én köszönöm a lehetőséget.